város a polgármesterét. Viszont a Múzeinkert a héten már 23. alkalommal rendezi meg az önkormányzat és a sok-sok rendező a nagykunsági kulturális napokat. Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. A idei rendezvény sorozat egy csipkája és kohímzés konferenciával indult. Nagyon tartalmas lesz a következő 6 nap programja. Gondolom, hogy sok-sok munka előzte ezt meg. Mindenképpen dicséretért illeti azokat a munkatársakat, a Délirini vezetését és munkatársait, akik előkészítették ezt a 6 napos rendezvénysorozatot, mert valóban hihetetlenül sokszínű és érdekes programok várnak ránk, kezdve, ahogy a mai napon már a megnyitóban is elhangzott, és meg is kezdődött ez a bizonyos népművészettel kapcsolatos, a csipkeveréssel és a hímzéssel kapcsolatos konferencia, maga a kiállítás is, egészen könnyed műfajokig, mondjuk a könnyű zenei koncertekig. Nagyon sok mindenféle, sok félét felölelő program várja az érdeklődőket, az ide látogatókat. Vannak a szokásos, jól megszokott és sokak által várt programok, aratóbál, arató felvonulás, ünnepi önkormányzatülés, de azért mindig van egy-egy olyan is, ami még korábban nem volt. Hát az is természetes, hogy egy bizonyos alapokra kell helyezni, és a jól bevált programelemeket semmiképpen nem szeretnénk kihagyni. Vannak kötelező elemek is, és ezek köré építjük azokat az aktuális vagy új programelemeket, ami úgy gondolom, hogy méltán lesz érdeklődésre számot tartó esemény. És a város azért mindig híres volt arról, hogy a jeles nagy emberei, idézőjelben nagy embereket, akik azért az elmúlt századokban dolgoztak, megemlékezik. A mostani kulturális napok keretében 2 ilyen dolog is lesz. Így van, Györfi Istvánra emlékezünk, hiszen évfordulóját ünnepeljük, ugyanúgy, mint dr. Lászlónak. Például ezek olyan új programelemek, ami nyilvánvalóan az aktualitáshoz kapcsolódik, és ez kihagyhatatlan, hiszen 2 olyan emberről van szó, akikre méltán lehetünk büszkék. Méltán lehetünk büszkék arra, hogy Karcagon éltek, dolgoztak, és Karcag hírnevét öregbítették. Elhangzott az önmennyitójában az elmúlt 23 évből, nagyon sok mindent felidézett az idei évben, és nagyon sok mindent felidézett, és most hallottam először, hogy elkezdődhet meg a Délirini Kulturális Központ felújítása, azt mondom, hogy is egy jó dolog, hiszen egy olyan intézményről van szó, ahogy régen hívták Kultúrpalota. Hát ez nagyon-nagyon jó dolog, és örülök, hogy eljutottunk idáig, hiszen valóban egy megnyert pályázat kapcsán úgymond a város főtéri rehabilitáció apropóján a Délirini kulturális otthonnak az épülete is, a kultúrpalota is meg fog újulni. Erre is vártunk már hosszú idő óta. Nyilvánvalóan olyan kemény költségekbe került volna, hogy az önkormányzat magában ezt nem tudta volna fölvállalni. Így egy megfelelő pályázatra kellett várni, azt megnyerni, és nekiindulni a szokásos procedúrának, úgy értem, hogy a pályáztatásnak, a közbeszerzésnek, ezen is túl vagyunk, megvannak már, hogy kik nyerték el a kultúrpalota, a városháza, a piaszcsarnok és a városháza előtti térnek a felújítását, és valóban napokon belül, mondhatom már, nagyon belátható időn belül megkezdődnek a munkálatok. Visszatérve a Délirini épületére, egy csodálatos, pompázatos épület, amit közadakozásból építettek fel elődeink, méltán megérdemli azt, hogy egy új burkolatot, egy külső felújítást kapjon, ezzel is ékesítve a városunk főterét. Most az ifjúsági házban beszélgetünk, ami évekig zárva volt, és az önkormányzat itt is kereste a lehetőségeket, hogy újra tudja nyitni. Hát ésszerűsíteni mindig szükséges. Egyértelműen gazdasági okok miatt kellett bezárni a ciklus elején az ifjúsági házat, illetve szüneteltetni egészen pontosan a működtetését. Most jutottunk el abba az anyagi, gazdasági helyzetbe, hogy újra meg tudtuk nyitni, és a könyvtár is ide költözhetett, és a programok sokszínűsége bizonyítja azt, hogy ez a döntés helyes volt, hiszen itt hétről hétre nagyon komoly rendezvények vannak, és én biztos vagyok abban, hogy előbb-utóbb felfedezik és meg fogják szeretni ezt az intézményt is a karcagiak, hiszen itt nem csak könnyű műfajú
programokra lehet számítani ezen túl, hanem nagyon komoly konferenciákra, előadásokra, könyvbemutatókra is lehet még sorolni. A Kunsági Kulturális Napok keretében is sok-sok minden fog itt zajlani. Én kívánom azt, hogy ön minél többet tudjon részt venni, hiszen azért van olyan rendezvény, ami párhuzamosan van, tehát kívánom, hogy azért mindenhova el tudjon jutni, és ön is érezze jól magát, és ugyanezt kívánjuk nézőinknek is. Köszönöm szépen, én minden évben nagy érdeklődéssel várom azt személy szerint is, hogy milyen élményeket tud nyújtani egy-egy ilyen kulturális napi eseménysorozat. Először saját magamon tudom így letesztelni azt, hogy jól szerveztük, terveztük-e meg ezeket a programokat. Nagyon remélem, hogy sok helyre el fogok tudni jutni, és abban is reménykedek, hogy a karcagi lakosság és az ide látogató vendégek is nagy számban fogják látogatni azokat a rendezvényeket, programokat, amiket szervezünk az ő érdekükben, hiszen ez egy kikapcsolódás azok számára, akik ellátogatnak ezekre a rendezvényekre. Akkor az ön szavaival éve jó tesztelést kívánok önnek a következő 6 napban is, sok-sok élményt. Nagyon szépen köszönöm. Milyen a megyei művészeti helyzet? Erről beszélgetünk Kenyeres Sándornéval, a Megyei Művészeti Egyesület elnökével. Nagyon szép kiállítás van mögöttünk, tehát azt hiszem, hogy ez egy pozitív példa. Hát igen, nagy öröm számomra, hogy ilyen neves rendezvényen vehetek részt, ahol áttekintik a csipkekészítés és a népi hímzés bizonyos ágait és lehetőségeit, főleg a nagykunság, illetve a 3. kerületnek a eredményei alapján. Megtiszteltetés számomra, hogy én is itt lehetek ezen a rendezvényen. Jász Nagykunszolnok megyében szinte a megye minden településén található néhány olyan népi kézműves, aki a tárgyalkotó népművészet valamelyik ágával foglalkozik. Az más kérdés, hogy jóval kevesebben vannak azok, akik az elkészített alkotásaikat, munkáikat le is zsűriztetik, azok, akik országos pályázatokon, szőttes, hímző és akár a faragás pályázatán részt vesznek, ezek jóval kevesebbek, illetve kevesebb, aki egyesületi keretben többekkel összefogva tevékenykedik. Jász Nagykunszolnok megyében 7 civil szervezet foglalkozik ismereteim szerint a tárgyalkotó népművészet továbbéltetésével, és a 7 szervezet közül itt a Nagykunság fővárosába a Nagykunsági Népművészek Egyesületét is tagságát kell, hogy megemlítsem, hát mellette természetesen a Megyei Népművészeti Egyesületet, amelyiknek a székhelye Tiszavárkony és a megye 17 városában és 8 községében tevékenykednek, élnek azok az alkotók, akik a megyei egyesületnek a tagjai. Az a tapasztalat országosan is, és a mi megyénkben is, hogy főleg városokban élnek a népi kézművességgel foglalkozók, tehát van is egy nagy feladatunk, mégpedig az, hogy a falusi lakosságot visszatarítsuk azokra a hagyományokra, amelyek végül is onnan eredtek. Én azt gondoltam egyébként, hogy mondja, hogy a falvakban azért ez jobban él az idősebb asszonyokban, meg idősebb mesterekben, vagy inkább ők már éppen azért, mert idősebbek, azért hagyták abba, és nincs utánpótlás. A nyilvántartott 2013-ban elkészült az Országos Népi Kézműves Stratégia, és ahhoz, hogy ez a stratégia elkészüljön, és le tudjuk tenni a Vidékfejlesztési Minisztérium asztalára, ehhez kellett egy helyzetelemzést készíteni. A helyzetelemzésben 4122 alkotónak a helyzetét néztük meg országos szinten. Ezek az alkotók azok, akik pályázatokra adnak be munkát, akik a saját munkáikat, mondjuk egy nagyon szépen hímzett kunsági párnát lezsűriztetik. Azokat, akik egyesületbe tömörülnek, és az országosan a a Népművészeti Egyesületek Szövetsége valamelyik tagszervezetének tagjai. Ezeket tartalmazza az országos kateszter, és itt megismétlem, 4122 alkotó helyzetét vizsgáltuk meg. Ebben Jász Nagykunszolnok megyében jó páran tartoznak. Az a tapasztalat, hogy a jelenlegi alkotók többsége középkorú, vagy inkább idős ember. A mi megyénkben hasonló a helyzet. A megyei egyesületben például a tagság 45%-a körüli a nyugdíjas
a többi középkorú és sokkal kevesebb a fiatal. Azt kérdezte, hogy a falvakban élőkkel mi a helyzet, az a tapasztalat, hogy azok, akik vagy a múltból szülőktől tanulták valamelyik mesterség fogásait, vagy elvégezték, de nem alkotnak, azok városban vannak elsősorban manapság, és a faluban kevesebb ember. De ezt nem tudjuk mérni, mert hogy nincsen hozzá vezető út, mert nem jelentkeznek ezekre az alkalmakra, amiket már említettem. Nem pályáznak, nem vesznek részt egyesületben, nem minősítik a munkáikat, így nem tudjuk. Illetve hát egy-egy falu, hogyha az értéktárába fölveszi az ő tevékenységüket, akkor igen, akkor bekerülhet a kistályi, aztán a megyei értéktárba, esetleg ha valaki olyan míves dolgokat készít, akkor az országos értéktárba is. Nem az alkotó, hanem a munkássága, illetve az alkotásai. Azt hiszem, hogy van feladat a megyei egyesületnek is, de azért itt a gyönyörű hímzések csipkék között nagyon jó most lenni, és azt hiszem, hogy ez is bizonyíték arra, hogy azért van utánpótlás, és vannak még mesterek, akiktől meg lehet ezeket tanulni. Igen, hál' Istennek vannak, élnek mestereink, egyre idősebbek sajnos, de a fiatalok között is találunk olyanokat, akik nagyon szívesen megtanulják ezeket a mesterségeket, bár sajnos a megyékben nincs olyan középfokú intézmény, ahol meg lehetne a szakágat tanulni. Legközelebb Nádudvar vagy Békés Csaba is Budapest, ahol ilyen jellegű szakiskolák működnek. Csak hát az a helyzet jelen pillanatban, hogy kevés az a lakos, aki megvásárolja ezeket a termékeket. És nehezen mondja ki az ember, hogy fiam, mást is tanulj, mert nem biztos, hogy ebből meg tudsz élni. Mert hogy ezek a kézműves termékek nem adhatók el nagyon olcsón, hisz benne van a kétkezi munka, benne van az a tudás, amit az őseinktől hoztunk. Egy-egy kumpárnát, ha valaki elkészít, vagy egy nagyon szép szádát az ablakra, az nem 10 000 forint, hanem jóval többet ér. És nem kívánják a mesterek elkútyavet élni, viszont nincs felvevő kereslet, aki meg is tudná vásárolni ezeket. Úgyhogy eléggé fából vaskarika ez a helyzet, de én bízom benne, hogy ezen túllépünk, és a jövőben majd lesz felvevőkereslet is, lesznek kifiak is, akik a még élőktől át tudják venni ezeket a dolgokat. Hiszen jelenleg, akik a mesterséget űzik, azok is már tanulták. És most már ezt mindenki tanulta. Egyet említek itt a karcagi kötődésű Tiszafüreden alkotó Szűcs Imrét, aki Kántor Sándortól tanulta a mesterséget, tehát ő sem a vérébe hozta és az őseitől, hanem ő is tanulta ezt a mesterséget. Tehát bízom abban, hogy lesznek, mint ahogy ő lányai is, folytatják ezt a mesterséget, lesznek fiatalok, akik folytatják ezeket. Remélem, így lesz. Köszönjük szépen! Kérem, én köszönöm. Dr. Balta Júliával a kiállítás KUN részén beszélgetünk, hiszen a KUN hímzésről fog beszélni, és ön lesz ennek a mai szép szakmai konferenciának a levezetője is. Hogyan állította össze az előadókat, hiszen igazán széles a skála, akik előadást tartanak. Adja magát ez a téma, ahogy mondani szokták felénk. Az a különleges dolog ebben a kiállításban, meg egyáltalán ebben az egész rendezvény sorozatban, hogy ennek a vidéknek az eszenciáját adja most mind a konferencia, mind pedig ez a kiállítás. Tehát az a csodálatos dolog, hogy az egykori hármas kerület, ami valaha autonómia volt, most egy más oldaláról mutatkozott meg, a hagyományoknak azt a skáláját próbálta itt felmutatni, ami igazán jellemző még ma is, hiszen ezt látjuk, akik itt élünk, hogy a népművészet bizonyos területei reneszánszukat élik, és ez mindig akkor szokott előfordulni a helyi társadalmakban, amikor valamilyen módon újra előkerül a lokális értékek felmutatásának az igénye. Most egy ilyen alkalmon vagyunk. Itt a kuhímzésnél állunk, hiszen ahhoz ragaszkodott, hogy arról, amiről beszél, odálljunk, de szerintem nagyon szívesen álltunk ide, hiszen gyönyörűek ezek a munkák, és tényleg, ahogy ön is mondja, egyre több galléron, kitűzőn lehet ilyet látni, tehát a fiatalok is kezdik felfedezni. Hála Istennek, mert ez is az identitás egyik megerősítő formája. Mindig is azért történt a viseleten bármiféle jelzés, hogy a hordója, a viselője az a környezet értésére adja, hogy ő kiféle, miféle, milyen vidéken.
vidék kultúráját viseli magán. Visszatérve egy pillanatra az előző kérdéséhez, könnyű volt a dolgom, mert hiszen kiváló hímzők vannak, kiváló értői a szakmának, kiváló csipkeverői, és ugye most ők fognak itt bemutatkozni. Karcag ebben is jeleskedik, ezt kell, hogy mondjam, mert valahogy mindig is központi szerepköre volt ennek a városnak a 16. század után, ugye fokozatosan, illetve a 18. század végétől fokozatosan erősödött meg ez a központi szerepköre a városnak, ami minden szempontból megmutatkozik, lám a kézművességében is. Tudom, hogy 3-4 mondatban nem lehet összefoglalni a kunhímzésnek a jellegzetességeit, hiszen erről egy külön előadást fog tartani, de azért pár mondatban nézőinknek próbáljuk meg az alapszíneket, esetleg az alapmotívumokról szólni. Igen, ez nagyon, nagyon érdekes. Ugye abban különböző, ez egy abszolút keleti stílusú hímzés, amin persze lehet vitatkozni, hogy most meddig tudjuk igazolni, hogy meddig nyúlhat vissza a lelkületében, a színvilágában, a díszítő motívumok összeállításában, a ritmikájában mindenképpen a keleti hímzésekhez hasonlít, a tatár hímzéssel összevetve abszolút látszik a szinte azonos volta. Az azonban tény, hogy a török hódoltság után egyre inkább előkerültek azok a motívumok, amelyek minden bizonnyal török átvételnek tudhatók, hiszen a szép kereti kelmékkel jöttek azok a minták is, ami tetszetősek voltak, és a magyar paraszt azt olyan szépen belehímezte, belekomponálta a saját stílusába. Jól látszik ez a táncoló tulipánokon, ugye a virágban virágminták, eleve a török szegfű, az mi más is lenne, és édes Istenem, hát attól, hogy a kunmadarasi asszony tökösnek nevezte a gránátalmás hímzését, hát minek is nevezte volna, amikor életében nem látott gránátalmát, attól az még egy ilyenfajta átvétel. Tehát olyan szépen ötvöződik ez a keletről hozott, megtartott, és újra gondolt, hiszen a hódoltság korával, a sok keleti kelmével újra hozzánk jött egy csomó, és ez igazolt, hogy a hímzés kultúránk számos elemet átvett a keletiből, többek között még a kunhímzés is. Ami még keletivé tesz, illetve egészen biztosan keleti eredetű a kunhímzésben, az a ferde páros öltésnyom, mert ez a lapos öltés, ez idegen a nyugati stílusú hímzésektől. Tehát egészen biztos, hogy ez nem nyugati átvétel, ez keleti, a miénk. És aztán persze itt a Kárpát-medencében annyi minden magyarrá válik, hiszen ez egy igazi olvasztó tégely, ez egy jó kohó, ugye nagy szerencsénk volt az autonómiáról már beszéltünk, mert ez a Jászkun autonómia, ez egyben azt is jelentette, hogy zárt a társadalom, tehát sokkal markánsabban és sokkal tovább megőrződnek azok az elemek, amelyek a miénk kevésbé hígultak fel, mint ahogy ezt más vidéken látjuk. És hát azért azt is látjuk, hogy különböző használati tárgyakat is lehet már, nem csak a falvédőket, terítőket, hanem különböző kis talisznyákat, bármiket, amin azért kicsit a mai korhoz alkalmazkodik ez, azt hiszem. Persze, természetesen. Az az igazság, hogy a kunhímzést párnavégeken, lepedőkön, ágyneműkön, ugye ágybéli holmikon használták, de ma már nem vetjük fel az ágyat olyan módon, hogy látszon az a szép párnavég, ezért a népművészet utolsó nagy korszakában, amikor megújult, amikor ismét elevenedett a hímzéskultúra, akkor ezek a motívumok, ezek a minták átvándoroltak a használati tárgyakba, az új lakáskultúra, az új stílusú lakáskultúrában használt tárgyakra, és így került a cifraszűr hímzése, gallér hímzése a párnára, a futók, a minták, minta elemek az asztalterítésre, tőkre, futókra, nincs ezzel semmi gond, megújul, ezáltal mindig megújul, és szépé teszi a környezetünket, hiszen ez a dolga, ezért van, a népművészet sem öncélú, azon túl, hogy persze egy csomó jelképet hordoz magában, azon túl az az elsődleges feladata, hogy szépé tegye a környezetünket. Köszönjük szépen!
Én köszönöm. Fejes Lászlóné Kopány Gabriella, a Népi Iparművész Csipkeverővel beszélgetünk, hiszen a mai konferencián kerül bemutatásra az a régóta áhított és végre megvalósult csipkekönyv, amelyben a nagykunság csipke emlékét szedte ön össze. Mit kell tudni erről a könyvről? Ez a könyv egy nagy közösségnek a részvételével készült el. Valóban a nagykunsági csipke mintáinak az alakulását, a kialakulását, az eredetét kezdte el kutatni, de utána kiteljesedett, kibontakozott, és nagyon-nagyon sok csipkeverőt találtunk, csipkeverőre találtunk rá, tehát az a lényeg, hogy kiderült, hogy igenis van helye a vercsipkének ebben a világban is, amikor igaz, hogy nem a gazdagságnak a jelképe manapság már a vercsipke, hanem azok művelik, akik a szépet keresik, és a szépnek a művelése, ápolása érdekében megteszik, amit tőlük telik. A könyvben nagyon sok minta van, nagyon sok szakmai tanács is van, és hát lehet látni azokat az átalakulásokat, amin átment a csipke, amit ön is mondott, hogy ma már azért használt, itt ágy mindennapokban is beépült. A kunrózsásoknak is egy ilyen egyen csipke galériájuk van, tehát azt hiszem, hogy van fiataloknak is lehetőség ebből a könyvből ezeket megtanulni. Igen, szándékosan nem tettem bele műhelyrajzot. Ez szakmai berkekben tudják, hogy mit jelent. Ez egy olyan mintagyűjtemény, amiből a szép, régi motivumokból elindítható az új kornak a újratervezése, a csipke tervezése. Azt hiszem, hogy lesz még feladatuk önöknek, a kunrózsáknak is és önnek is, hiszen meg kell még ismertetni a környékkel is ezt a könyvet. Én gratulálok ehhez a könyvhez, és azt kívánom, hogy még sok-sok mintát tervezzen meg és készítsen. Köszönöm szépen. Bató Edittel beszélgetünk, a Jászberényi Múzeum igazgatóasszonyával. Itt hallhattuk a jászhímzést, itt a kunhímzésről sok-sok mindenről szó esett. Egy nagyon szép ruha van önön, ez jászokhoz van köze? Hát ez nem jászviselet, de van jászviseletem is, vagy tízrend. De ugye ma vonattal jöttem, és emiatt így nehéz lenne abban eljönni. Ez egy iparművészeti ruha tulajdonképpen, ami visel bizonyos népi gyökereket, de azért ez egy ma is hordható, tehát egy ilyen népi ihletésű ruha. De én szeretem ezeket nagyon. Mennyire él önöknél, hiszen azért nagy rendezvényeken, jászkapitányválasztásokon látjuk, hogy azért még szívesen hordják a jászviseletet. Mennyire jellemző ez egyébként a hétköznapokon? Hát én örömmel mondhatom el, hogy szinte reneszánszát éli. Magunk se gondoltuk, amikor a 20. század 90-es éveiben elkezdtük a jászviseletet életre hívni, és ugye hát úgy terjedt magától, és tulajdonképpen nagyon sokszor van alkalom arra, hogy felvegyük, nem csak igazából a kapitányválasztáson és a világtalálkozón, nagyon sok hagyományőrző rendezvényünk van, és akkor mi mindig jászviseletben jelenünk meg, de tulajdonképpen a templomban, ünnepi miséken, aztán a múzeumban is, hogyha olyan rendezvény van, ami hogy nyilván nem egy avantgárd kiállítás megnyitó, vagy falunapok, városnapok, nagyon sok alkalom van. Az elmúlt évben megkérdezte tőlem valaki, hogy hányszor van rajtam egy esztendőben viselet. És én nem tudtam megmondani, mert nem számoltam, de most megszámoltam már, hát több mint 100 alkalommal. Tehát nagyon sokszor, szinte alig múlik el egy hét, hogy ne lenne valamilyen módon az emberen, de van mikor többször is. Tehát nagyon, hál' Istennek sok alkalom van, és egyre többen viselik. Már mennyasszonyi ruhák is készülnek hagyományos jászviselet mintájára, vagy ha valaki mondjuk a mai ruhába szeretne esküdni, akkor az újasszonyi ruhája az. És már egész kicsi gyerektől idős emberekig nagyon sokan viselik. Büszkék vagyunk rá. Etnográfusként azért gondolom, hogy sokat kutatta is ezt a népviseletet. Itt láthatjuk a
az önöktől hozott dolgokat is. A szívéhez gondolom azért jászként a jászhímzés áll közel, de a kunhímzéssel mennyire van jó viszonyban? Én nekem nagyon szép. Azért, mert tetszik a színvilága. Bevallom önnek őszintén, hogy én először a hódmezővásárhelyi hímzést ismertem meg nagyon régen, és csak utána ismertem meg a kunhímzést, de én a vásárhelyi hímzést kunhímzésnek gondoltam, tehát anno, és tehát nagyon szép a színvilága. Ugye szerintem nagyon-nagyon jól lehet használni a lakásban, és a másik az, hogy fennmaradt, és hogy hímzik az asszonyok, ez nagyon, nagyon példaértékű dolog, hogy tovább viszik, tovább örökítik. És látom azt, hogy megjelenik más, tehát itt a kunhímzés is, mint a miénk, hogy nem csak textiliákon, hanem megjelenik már könyvjelzőkön, megjelenik képeslapokon, és sok minden más lehetőséget is találnak rá, ez mindenképpen nagy dolog. De ha már itt vagyunk, akkor a csipke is közel áll a szívem, ez egyáltalán a népművészet, a díszítő művészet, minden ága, mert nem lehet őket egymással összehasonlítani, mindegyik önmagáért szép. És esetleg ön kézi munkázik? Van-e saját maga által készített terítője otthon esetleg? Hát bevallom, hogy kicsit tudok kézi munkázni. Ámbátor mostanában már nem nagyon tudom az idő miatt, mert nem sok időm van, de még jó néhány évvel ezelőtt én magam is készítettem buzsákét és palóc hímzést. Hát nem csináltam jászt még, bevallom őszintén, de ezek a hímzés rá mindig a vizsgaidőszakban jött rá, mert akkor nagyon akartam csinálni. De sajnos nincs rá időm, és a hímző asszonyokkal ugye elég aktív kapcsolatom van, hiszen a múzeum sokat segít nekik. Melléjük álltunk akkor is, amikor nagyon el voltak keseredve a rekonstrukciós tevékenységük elején, amikor igazából nem találták meg azt a módot, hogy hogyan örökítsék át, és ugye sikertelen próbálkozások voltak, és hát a zsűri bizony messziről kihaingálta őket, és akkor nagyon szomorúak voltak, és mi mindig melléjük álltuk, és segítettünk, szakmai segítséget adtunk, kiállítást rendeztünk nekik, embereket nyertünk meg az ő támogatásukra, és hál' Istennek ezt a közös törekvés siker koronázta. És aztán mindig mondták az asszonyok, hogy és én már mikor kapcsolódom majd be az ő munkájukba, mondtam, hogy amikor majd nyugdíjas leszek, Ámbátor, abban sem vagyok biztos, hogy akkor is sok időm lesz, de szeretnék. Hát akkor reméljük, hogy egyszer erre is lesz ideje, és köszönjük szépen. Köszönöm én is az érdeklődést, köszönöm szépen.